A Kossuth Lajos Művelődési Központ nyugdíjas klubja, Sátoralja Újhely legnagyobb múlttal rendelkező nyugdíjas klubja. 15 éve 1995-ben alakult. Ezt a 15 éves évfordulót és egyben az idősek világnapját baráti klubok társaságában ünnepelték meg az újhelyi klub tagjai. 15 éve a klubot ugye létrehozták, és egyetlen egy tagunk van közöttük, az Arohoszkiné, aki még mindig tagunk, és tulajdonképpen ő táplálja ezt az egész rendszert, szeret énekelni, szeret dalolni, és azok a klubtagok, akik most jelen pillanatban is vannak, meg akik voltak és elmentek valamilyen okból, azok szeretjük egymást, egymásért vagyunk gyakorlatilag. A 15 év szép emlékeket hagyott a klubtagokban. Ezt mutatja a számos közös rendezvény, kirándulások, fellépések. Megyünk énekelni, dalolni, kirándulásokat szervezünk magunknak, tehát nagyon jól meg tudunk lenni. Úgyhogy a 15 év ezt hozta magával, jelen pillanatban átvettem ugye 2-3 éve már a klubtagságot. Hát most próbálkozunk, ugye most az előadása ez volt a főpróba a tánckarnak, az énekkarnak és így az egyedi énekléseknek is, mert körülbelül most tudtunk annyira felkészülni, hogy elő tudunk állni ezekkel a dolgokkal. A 15 éves nyugdíjas klubot a város vezetője is köszöntötte az ünnepségen. Nagyon-nagyon komolyan veszik azt, amit elhatároznak, és meg is próbálják végrehajtani. A legfontosabb azonban az idő hasznos eltöltése. Az, hogy nem egyedül van valaki idősebb korában, hanem tartozik valakikhez, tartozik valahová. Ennek egészség megőrző és élethosszabbító hatása van, és én azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja megtalálni azt a közösséges sátorot, hogy újra szép hallományos kamiskálók vannak, hová jó tartozni. Természetesen a baráti klubok tagjai is köszöntötték a 15 éves nyugdíjas klubot egy-egy verssel vagy énekkel. Barátaink vannak különböző helyeken, Kisvárdán, Mikóházán. Nagy az ismeretségi körünk, nekem is a régi világból, még hogy így mondjam. És ugye az ottani klubokban a vezetőket, embereket ismerjük, és így összehoztuk azt, hogy meghívjuk egymást ugye egy-egy találkozóra, egy-egy ünnepségekre, és így ugye kovácsolódik az összetartás, kovácsolódik az, hogy szeretjük egymást, tehát jobbak az emberek, szeretnek beszélgetni másokkal is, és én ennek nagyon örülök. A Kossuth Lajos Művelődési Központ nyugdíjas klubjának tagjai pedig tánccal, énekkel szórakoztatták azokat, akik jelen voltak ünnepségükön.